A Nyíregyházi Állatpark egyik közkedvelt látványossága a madár bemutató. A látogatók körében nagyon népszerű, mindig megtelnek a padok érdeklődőkkel, ami nem is csoda. A park trénerei hihetetlen trükkökre tanították be a tollasokat. A méretes szárnyasok csőrükkel szántják a bemutató asztalát, pörögnek, forognak, táncolnak, bámulatos érzékük van a játékhoz. Morgó, a park idősebb zöldszárnyú arája, kiválóan tud hangot utánozni. Köszön, és akár be is mutatkozik. Szia, Morgó! Halló! Mi a neved? Morgó! Jó! Évről évre egyre több gyakorlatot tudnak a madarak. Az idei szezon újdonsága a szelektív hulladékgyűjtés. Szeretnénk felhívni a figyelmet a környezet tudatos életmódra. Ennek eredményeképpen elkezdtük madarainknak tanítani a szelektív hulladékgyűjtést. Ez egy új gyakorlat még, jelenleg ott áll a feladat, hogy van egy sárga és van egy kék kukánk, így a madarainknak külön kell tudnia válogatni a műanyagot és a papír hulladékot is. Természetesen még nem mindig sikerül ez nekik, de ahogy gyakoroljuk, egyre ügyesebben megy nekik. Az arapapagájok ügyességüknek és impozáns megjelenésüknek köszönhetően világszerte a papagájsók legnagyobb sztárjai. Ez ugyanis az állatvilág egyik legjobban idomítható faja, nem csak sokszínű, de sokoldalú is. A madarakkal úgynevezett pozitív megerősítéssel dolgoznak az oktatók, azaz mogyoróval és szotyolával jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A már meglévő feladatok gyakorlása mellett folyamatosan új trükköket is tanulnak, egy bonyolultabb súelem betanítása akár hetekig is eltarthat. Az állatok számára ez egyáltalán nem megerőltető, ők a bemutatót nem munkának, hanem játéknak és szórakozásnak élik meg.